Köszöntöm Önöket! Zenét hallgatni jó, az meg még sokkal jobb, ha az ember maga is képes élvezetesen megszólaltatni egy hangszert, muzsikálni a saját, sőt, mások örömére. Addig azonban hosszú utat kell végigjárni, és ennek az útnak a kezdete a zeneiskolákban van. Csak itt derülhet ki, mit tud kihozni egymásból a gyerek, a hangszer és a tanár. Tartsanak velünk! Honnan jött az ötlet, hogy zenetanár legyen, illetve honnan a zene szeretete? Különösen édesapám nagyon szerette a zenét, sokat énekeltek, visszaemlékszem gyerekkoromból, és mikor felépítették a házat, még nem volt benne bútor, nem volt benne padló, ha elmondhatom, még nem voltam ötesztendős, és megvette nekem az első zongorámat, ami akkor egy nagyon nagy szó volt abban az időben, hát ez már nagyon régen történt, és ő elhatározta, mivel ő nem tudott zenét tanulni, csak nagyon szerette a zenét, de az ő pici lánya bizony zenész lesz méghozzá zongorista, úgyhogy ha fogalmazhatok így, ez az ő döntésük volt, és én mai napig nagyon hálás vagyok ezért, és innen indult gyakorlatilag, én is ebben a zeneiskolában tanultam, innen repültem ki aztán tovább tanulni, és ide tértem vissza. Nem érezte soha azt, hogy teher az, amit a szülők a nyakába akasztottak? Ebben a formában még soha nem jutott eszembe. Két olyan, talán mondhatnám, mérföldkő vagy tehetség volt az, amivel a Jóisten megáldott, ez a nyelv szeretete volt, nagyon szerettem az idegen nyelveket, meg mindenféle nyelvet, és a zene volt ez a két mérföldkő, és akkor úgy gondoltam akkor, hogy hát ezt megpróbálom. Elindultam ezen az úton, felvettek, tanultam, és mellette nagyon szerettem az idegen nyelvet, és hogy párosítottam ezt a kettőt, és mai napig valahogy azt érzem, hogy ez az a önkifejezési eszköz, amivel talán a legjobban én vagyok. Hogyan lehet egy gyerekkel megszerettetni a hangszert? Hát mikor bejön a gyermek az ajtón, akkor egyetlen egy dolog érdekel, ha most a szakmaiságot félretesszük, hogy szeressen oda jönni. És mindig azt foglalkoztatod, hogy miért fog szeretni oda jönni. Nyilván a szakmai tudás mellett minden pedagógus beleviszi az egyéniségét abban, hogy ki ő, és mi az, amit képvisel. Mindig ezt szerettem volna a gyerekeknek átadni, és talán három ilyen alappillére nyugszik. A szakmai tudás mellett, hogy már említettem, a szeretet az, és szerintem a humor. Szerintem a humor, és amikor ők bejönnek azon az ajtón, abba a pici osztályba, akkor ott csak mi vagyunk és a hangszer, és minden szorongást, minden frusztrációt, ami aznap éri őket, szeretném, hogy kint maradjon az ajtó mögött, és szeressünk muzsikálni, szeressük egymást, és szerintem ettől nincs jó. Ma láttalak először zongorázni. Azt tapasztaltam, illetve azt láttam, hogy te a zongorázást kifejezetten élvezed. Ez tényleg így van? Igen. Mennyit gyakorolsz egy héten? Hát minden nap egy olyan másfél órát. Hogyan tudod összeegyeztetni a tanulást és a zeneiskolát? Hát beosszom, hogy először tanulok, és hogyha még marad időm, akkor gyakorlok is. Mi van, ha nem marad idő? Hát, olyan, akkor mit mondasz másnap a tanárnőnek? Hát bevallom, hogy nem volt időm gyakorolni, de hogy majd később majd többet gyakorlom. Nagymama akarta, szülők akarták, hogy zongorázz, vagy te szerettél volna zongorázni? Hát én szerettem volna. A későbbiekben el fogja kísérni az életedet a zongora? Szeretnél a zenével foglalkozni? Hát nem, csak most szeretnék, amíg gyerek vagyok. Az mit jelent, hogy gyerek vagy? Tehát amíg befejezed, most úgy képzeled, hogy befejezed az iskolát, a zeneiskolát, és utána felhagysz a hangszerrel, teljesen kész? Szerintem igen.
úgy is, hogy ilyen jól megy? Még nem tudom, lehet. Milyen hangszeren játszol? Zongorán. Ki ajánlotta neked, hogy te zongorázni menjél? Hát a testvérem is jár zongorára, és anya eldöntötte, hogy akkor én is járjak zongorára. És hány éve jársz most zongorázni? 4. 4 éve már zongorázol? Igen. És hogy érzed? Megszeretted ezt a hangszert? Nagyon. Mennyi időt veszel egy héten a zeneiskola tőled? Hát sokat. Az mit jelent? Mondjuk, hogyha most végig gondolod így a fejedbe, hétfő, kedszerre, csütörtök, péntek, melyik nap szabad? Csütörtök. És csütörtökön semmi másod nincs? Vagy esetleg van valami más is, amivel még külön foglalkozol? Az énektanárom néha beszokott hívni. És milyen énekeket szoktatok énekelni? Népdalokat. Mi az, amit jobban szeretsz? Énekelni vagy zongorázni? Mindkettőt. Hogyan került az életedbe a zene? Nagyon szerettem volna zongorára járni, és szerettem volna valamilyen zenész lenni. És most hogyan tudod összeegyeztetni a zenetanulást az iskolai tanulással? Hát valahogy sikerül. Mennyit gyakorolsz egy héten? Hát egy nap egy órát. Azt szokták mondani, hangszer, nagyon szívesen eljárok zongorázni, de nagyon nem szeretem a szolfést. Na te hogy vagy ezzel? Én szeretem. Miket szoktatok tanulni szolfézson? Hát zeneirodalmat, meg énekeket. Valami más hangszeren nem gondolkodtál még, hogy esetleg mást is szívesen csinálnál? A gitár. És emellett nem kérted még anyát, hogy esetleg gitára is beírasson? Nem, mert túl sok lenne a foglalkozásom, mert rengeteg foglalkozásom van. Ha én nagy leszek, én majd kórusműveket szeretnék írni. Honnan a családnak a zene szeretete? Amióta Dávid hegedül, azóta nagyon szeretjük a zenét. Annyira bejött neki, érezzük, hogy valóban a vérében van, hogy most már tényleg ilyen örömzene, bármikor előveszi a hegedűjét otthon a szobájába, és most már örül neki. Nem éreztétek rajta egy kicsit sem, hogy teher neki az, hogy még az iskola mellett hangszeren kell játszania? Volt egyszer egy olyan esetünk, hogy büntibe volt szobafogságba. Mit lehet csinálni, apa? Hát mondom, zenélni vagy tanulni. Elővette a hegedűjét, és írt egy darabot, amit aztán a zenetanárnőjének le is játszott, és annyira tükröződött azon a darabon az ő akkori lelki állapota, de azt is szinte örömmel csinálta. Van valamilyen hangszer otthon, amin úgy esetleg ti is játszotok, vagy előkerül egy-egy ilyen családi összejövetel alkalmával? Hát nem, mi nem játszunk semmilyen hangszeren, de viszont van egy gitárunk, ami nagyon gyakran előkerül, és minden gyerek nagyon szereti pengetni a húrokat, közben ilyen előadás szinten produkálnak, énekelnek, táncolnak, és közben ez a gitár, ez a főszereplője ennek az egész estének, meg persze a hegedű. Én, ha jól tudom, te 3 hangszeren játszol. Igen. Mi az a 3 hangszer? Klarinét, és a zongora, és a dob. Mi volt legelőbb? Mi az, amit legelőször kezdtél el? Hát a dob.
a dob volt a legelső? És utána miért gondoltad azt, hogy szükség lenne még hangszerre? Ezt a szülők szerették volna, vagy neked volt ez ötleted? A szülők inkább. De amúgy én nem is bánom, mert ugye most is sok versenyt nyertem, meg minden. Melyik hangszerrel szoktál inkább nyerni? Hát én minden versenyen, amin eddig csak zongora versenyeken voltam. Mennyi időt kell gyakorolj ahhoz, hogy mind a három hangszeren tökéletes légy? Magadhoz képest nyilván. Én a zongorából fél órát gyakorlok, larinétus szintén, és a dob, amennyi időn van, én annyit játszok. Tehát a legkedvesebb a három közül melyik? A dob. Én, ha jól tudom, a gyerekeknél nagyon nagy probléma, hogy egy hangszert hogyan egyeztet az iskola mellett. Nálad ez hogy működik, hogy te három hangszert egyszerre tudsz vinni? Hát nálam ez úgy működik, hogy én itt a zeneiskolában, mikor eljövök a suliból, megcsinálom a házit, és mikor hazamegyek, már csak gyakorlok. Milyen tanuló vagy különben? Engem nagyon érdekel. Kitűnő. Kitűnő tanuló vagy? Hanyadikos vagy? Negyedikes. És utána csak a zenével foglalkozol? Hát igen. Mi szeretnél lenni, ha nagy leszel? Foci edző. A sok hangszer mellett én most azt vártam, hogy te nagy dobos szeretnél lenni, vagy nem tudom, zenetanár szeretnél lenni, vagy valamilyen nagy zenekarban játszani dobon. Tehát ha valaki dobon játszik, azért az egy nagyon különleges dolog, és ha jól értem, akkor ezt szereted is. És te foci edző szeretnél lenni? Igen, mert a focit is nagyon szeretem. Mikor van időt például focizni ennyi hangszer mellett? Nyáron, mindig, mikor jó idő van, a barátaimmal szoktam kijárni focizni. Minden este, olyan 6-tól 8:30-ig, akár 8:45-9-ig is. Dob, zongora, klarinét, foci edző, de ha választhatnál a négy közül, mi lenne az igazi? Szerintem a dob, mikor ugye rockstar. Rockstar? Meg, igen. Rockstar egy jó nagy bandában? Igen. És esetleg arra van lehetőséged, hogy zenekarban játszál itt a zeneiskolában? A fúvózenekarban én szoktam menni dobolni, igen. És ott hány évesek vannak? Tőlem idősebbek, 11-12, meg felnőttek. És te vagy a legfiatalabb? Igen. Te hány éve zongorázol? Hát, hogy hány éve zongorázok, azt most elég lesz kiszámolni, mert 25 éve tanítok, ez a 26., és 7 évesen kezdtem zongorázni. Úgyhogy nagyon sok, inkább nem válaszolok. Honnan látszik az például egy gyereken, hogy a gyereket tényleg érdekli a hangszer, az adott hangszer? Vannak gyerekek, akik ők tényleg ők szeretnének beiratkozni, vannak, akiket a szülők iratnak be, de nagyon hamar kiderül róluk, hogy fogékonyak rá, vagy nem. És igazából, ha meg tudod őket bármilyen képpen fogni, mindegyiket másképp, akkor ők maguktól fognak leülni, és nem kell anyukának otthon erőszakolni, hogy ülj már lezongorázni, légy szíves. Ti hogyan szoktátok kiválasztani például azt, hogy milyen darabot játszon, akár egy vizsgára, akár egy csak úgy egy ilyen kis zongorázásra otthon? Igazából ugye mi a klasszikus zenét kell, hogy oktassuk, és nálunk van kötött program, és azon belül viszont rengeteg lehetőség, és magának a gyereknek a jelleméhez szoktunk darabokat választani. Van a még kis izgőmozgó, ugrálósabb, neki nyilván pörgősebb darabokat adunk, mert jobban is áll, jobban is szereti lejátszani. Aki kicsit melankolikusabb típusú, annak ilyen lassúbb, vontatottabb darabokat szoktunk adni. Neked, úgy mint zenetanárnak és zongoratanárnak, van egy nagy fiad, aki viszont teljesen ellentéte az édesanyjának. Mi is játszik a fiatok? Vadász Kürtön játszik.
Na, honnan jött például a zongora mellé egy vadászkürt? Hát a vadászkürt az nekem még megtetszett, amikor én Ungváron tanultam, és elmentem egy záróvizsgára, meghívtak engem, és igazából ott hallottam meg először magát a kürtnek azt a bársonyos hangzását, amit szerintem nem is tud más részfúvós hangszer, csak a vadászkürt, és akkor mondtam ott a lányoknak, akivel mentünk, hogy ha nekem fiam lesz, biztos, hogy vadászkürtön fog játszani, és hála Istennek bejött, mert állítólag nem egy könnyű hangszer, de mindig is nagyon szerette. Nálatok a zene szeretett, és a te zongorázásod által ez folyamatosan jelen volt, és innen a hangszer szeretet, a zene szeretet? Igazából pici korától itt nőtt fel velünk. Iskolából idejött. Ott szokták kérdezgetni tőlem, hogy erőszakoltam-e, hogy komoly zenét hallgasson. Soha az életben nem hallgatott otthon komoly zenét erőszakkal. Ha rá is keresett ugye az internetnek köszönhetően különböző darabokra, ő saját maga hallotta meg azt a szépséget, ami a komoly zenébe rejlik. És ő ezt magától megszerette. Ebben nőtt fel. Te hány éves vagy most? 8. Láttam, hogy nagyon ügyesen gitároztál ma. Milyen gitáron játszottál? Hát villanyon. És ki a tanárod? Gorzó Sanyi bácsi. És szeretsz gitározni? Igen. Kinek az ötlete volt, hogy gitárt tanulj? Hát az én ötletem. Te szóltál a szüleidnek? Igen. Mennyi időbe telt az, míg megtanultad ezt a darabot? Hát... nem sokba. Hogyan szoktál készülni egy gitárórára? Mennyi időt vesz igénybe? Egy-két órát. Az úgy van, hogy elvonulsz, vagy a család mellett gyakorolsz? Be szoktam menni a szobába is, ott előveszem a felszerelést, és gyakorolok. Mióta van gitárod? Az úgy volt, hogy én mentem gitárra iratkozni, és akkor egy gyereknek már nagy volt a gitár, és még az első nap nem kaptam meg, majd csak a második nap vették meg nekem a szüleim. És mi szeretnél lenni, ha nagy leszel? Gitáros. Mindenképpen szeretnél a zenével tovább foglalkozni? Igen. Van a családban olyan, aki esetleg játszott már gitáron, vagy valamilyen hangszeren? Hát van a nagypapám, harmonika játszott meg gitáron. És arra sose gondoltál, hogy harmonikás legyél? Nem. Hogyan is szeretik, illetve szeretik-e a gyerekek a szolfést? Ez egy nagyon nehéz dolog. Nyilván vannak, akik szeretik, és vannak olyanok is, akik nem annyira, vagy kevésbé szeretik. A szolfé az általában egy olyan tantárgy, ami egy kicsit háttérbe szorul a hangszerek mellett. Viszont nekünk, szolfé tanároknak az egyik fő feladatunk, hogy igyekezzünk megszerettetni a gyerekekkel a szolfés órát, megszerettetni az éneklést, a zenehallgatást. Mert szerintem azok a gyerekek, akik járnak rendszeresen szolfiórára, azok jobban haladnak hangszerórán is. Szolfés nélkül működne egy hangszertanulás? Működhet. Tehát most van rá példa, hogy igen, működik, de én szerintem úgy az igazi. Tehát, hogyha egy kicsikét komolyabban akarunk a zenével foglalkozni, akkor igenis kell a szolfi. Mivel szoktatok feldobni egy órát? Mondtad itt, említetted, arra gondolok, hogy zenehallgatás. Hát a zenehallgatás, ez főleg a zeneirodalom része,
De a szófi órán én főleg azzal igyekszem feldobni az órát, hogy a megszokott gyakorlatok, vagy a kötelezően előírt gyakorlatok mellé beteszünk olyan kis dalocskákat, vagy ismertebb gyerekdalokat, ez főleg az alsósoknál bejön, amit ők is ismernek, és szívesen leénekelnek, és tapsolnak. Előszeretettel használjuk a különböző ritmus hangszereket, szintén inkább a kicsiknél. De tényleg igyekezni kell úgy, hogy lekössük a figyelmüket. Hány éve jársz harmonikára? Hát most egy éve, most jön a második. Kinek az ötlete volt, hogy harmonikára menjél? Én nekem. Ezt te neked csak úgy jött az ötlet, vagy voltál esetleg, láttál valahol valakit, aki harmonikára? Igen, nagyon sok lakodalomban voltam, és nekem nagyon megtetszett a harmonika, és én azt mondtam, hogy én harmonikára akarok járni. És mit szóltak a szülők? Azt mondták, hogy jó, akkor járj a harmonikára. És mit jelent? Van hangszered? Igen, van. És mennyit szoktál gyakorolni egy héten? Hát minden nap kell gyakorolni, minden nap legalább 15-20 percet. Érzik már az ujjait, hogy hol vannak a Igen. billentyűk? Igen. Most már? Hát első osztályban a jobb kéz könnyű volt, de utána a bal kézben is meg kellett tanulni, hogy mi hon van. Szeretnél, ha nagy leszel zenével foglalkozni? Igen. Ez mit jelent? Harmonikás szeretnél lenni? Igen. Nagyon. De hol? Egy? Hát, lakodalmokban. De úgy, hogy zenekarral játszol, vagy csak egyszerűen odállni, és egyszerűen egyedül harmonikázni? Igen. Szeretnék. De hogy? Egyedül is jó neki, meg társa is. Van olyan otthon, aki szülők közül, aki játszik valamilyen hangszeren? Anya, zongorán. És ő szokott neked játszani mostanság is? Hát, segíteni szokott a jobb kézben. Te milyen hangszert tanítasz a zeneiskolába? Favós hangszert, ezen belül pedig leginkább a szaxofont. Tehát végzettség szerint szaxofon tanár vagyok. Hogyan jött, hogy zenetanár legyél? Tehát maga a zene szeretetem, azt mondom, hogy ez már gyerekkoromtól kezdődött. Hát már nem tudom, talán 7-8 éves lehettem, mikor beirattak a szüleim a zeneiskolába, ugye először furuján kezdtem, és azután édesapámnak nagy vágya volt, hogy szaxofon, de ez rögtön engem is elvarázsolt, és akkor innentről kezdve ez a rész elindult. Azután az, hogy tanár legyek, az valahogy mindig is bennem volt, azt szerettem volna magát a gyerekeket, a tanítást, tehát ez a rész, ez mindig is megvolt, de mégis valami folytán először a főiskolára kerültem el, tehát ott földrajztörténelem szakon végeztem, és majd csak azután mentem vissza a zenéhez. Közben valahogy a zene állandóan így körforgásként ott volt az életemben, tehát ott is akár felléptünk énekkel, szaxofonnal, szólóba, tehát mindenhogy a zene az mindig jelen volt, és a főiskola befejeztével elindult egy új korszak, és azután kezdtem el tanulni zenét. Most hány évet tanítasz? 2010-től kezdtem el, tehát akkor ez már a 9. év. Elgondolkodtál rajta, és ez nekem nagyon jót jelent, mert az ember, amikor ahol rosszul érzi magát, ott meg tudja mondani, hogy mennyi ideje van, és ahol pedig jól érzi magát, úgy érzem, ott meg elvész az idő. Te hogy vagy ezzel? Neked elvész az idő például a tanításnál? Elég sokszor bele szoktunk feledkezni, tehát ugye egy tanóra, itt nálunk 45 perc, de nagyon sokszor túlnyúlik az egész, tehát van úgy, hogy észreveszünk, és akkor már egy óránál vagyunk, vagy másfél óránál, és amikor már sikerül, már mondjuk nem szólóban, hanem tavaly előtti éven már sikerült egy fúós kvartettet is létrehoznunk, na onnantól kezdve pedig teljes vidámság. Tehát az együtt zenélés öröme a diákjaimmal az valami fantasztikus, és tényleg úgy kezdjük, hogy 45 perc, és akkor 2,5 óra múlva fejezzük be, és ezt mondjuk úgy, hogy esetleg egy szombati napon, amikor nekik is szabad napjuk van, nekem is, és azt veszük észre, hogy már elszórakoztuk az egész időt. Mert tulajdonképpen egy szórakozás.
Engem is elvarázsoltál azzal, ahogy a hangszert bemutattad. Tehát annyira játékosan azt érzem, hogy érted a gyerekek nyelvét. El tudod érni náluk, hogy rád figyeljenek. De hogyan tudod velük megszerettetni? Szerinted mi ennek a kulcsa, hogy egy hangszert megszerettes egy gyerekkel? Megmondom őszintén, erre nem nagyon tudok választ. Én mindig azt mondom és azt vallom, amit ide a Kodály Zoltán Művészeti Iskola falára is fel van téve, hogy a zene mindenkié, legyen a zene mindenkié, Kodálynak egy nagyszerű mondata. És én azt mondom, hogy nekünk tanároknak, zenetanároknak valahogy ezt kellene vallani, és ezt kell megvalósítani. A zenét meg kell szeretetni a gyerekekkel, hogy most ki milyen szinten tanul, milyen szinten játszik, az azt mondom, valamelyest szinte lényegtelen. Ha most valaki két hangot le tud ütni például a zongorán, vagy két hangot meg tud szólaltatni egy szaxofonon, és neki ez örömet jelent, akkor azt mondom, hogy kik vagyunk mi, hogy mi azt mondjuk, hogy ez esetleg nem jó. Tehát gyengében játszik, tehát teljes mértékben viszonyítás kérdése. Valaki teljesen igen professzionális szintre tudja ezt az egészet fejezni, az nagyon jó, mert ő mással is el tudja ezt varázsoltatni, de ha valakinek csak a saját öröme szempontjából jön ez a zene, mint ahogy ebből indultunk ki, hogy legyen a zene mindenki, ez a lényeg. Ez a lényeg, hogy ő szeresse, és aztán majd ennek következtében majd úgy át tudja adni a saját gyermekének is, és ki tudja, lehet, hogy ő nem volt az a nagy tehetség, de az ő gyereke lesz majd az a Mozart, akit beírat a zeneiskolába, mert neki egy jó élménye volt. Kutatások szerint egy zenetanár 10 évenként találkozik egy-két olyan tehetséggel, aki valóban sokra viszi zenei téren. Ez nagyon jó érzés. A cél azonban mégsem ilyen nagyra törő. Már az is öröm, ha a gyerek ebben a világban, ahol annyi más és könnyebb örömforrás inger van, kitartóan jár zeneórára, csak azért, mert szereti csinálni. Köszönjük mai figyelmüket, a viszontlátásra!